találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Folytatódik a Millás reggeli 9 óra 22 perckor, mert a Várkonyi eldomálta már, Félix szétrolkodta eddig is a rovatomat. Tehát már azelőtt elkezdtem, mint hogy belekezdhettél így, volna. Így, tehát mielőtt elkezdődött volna, már szinte véget is ért. Szóval... Kemény feladata lesz az Andrásnak, hogy visszahódítsa ezt a kupát. Várkonyi Gábor a stúdióban, tehát... Ács Gáborral, és kezdődik a fapados rovat. Ha sínen megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Fafados járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. A rovat szakmai partnere az okosutas.hu. Bízd magadban, utazz okosan! Nem volt még időm kielemezgetni, meg az árakat megnézni, mennyire fér bele a fapados rovatba, de annyira érdekes ez a mai bejelentés a Kolozsvárra, illetve Marosvásárhelyre induló új járatról, amit egy magyar cég üzemeltet. A Base Airlines már régóta működik és üzemeltet járatokat Európában, de most a regionális piacra belép, és egy nagyon érdekes útvonalon repteti meg a kis gépeit. Hétfő, szerda, péntek, Budapest, Kolozsvár, Debrecen, Marosvásárhely, majd ugyanez vissza, tehát Debrecen, Kolozsvár, Budapest útvonalon. És mi a kis gép? Ó, ez most nem is tudom, várjál, csak Embraer szerintem, Embraer 120-as. És azért érdekes, mert ugye üzletemberek, ugye Budapest, Kolozsvár, ugye reggel indul, este jön, amikor az egész körét befejezi. Kolozsvár, Debrecen még mindig délelőtt és délután vissza, ott lehet napon belüli kört csinálni, tehát főleg üzletemberekre lő. Emellett viszont a Debrecen-Marosvásárhely szakasz. A bejelentés szerint az a, tehát 40 és 90 euró között vannak az árak. Én a Budapest-Kolozsvárt néztem, az valóban a 30 ezer forint környékére árazódik. De most várjál, de... várjál. Azzal kezdted, hogy belefér-e a fapadósba. De a fapados az nem a szolgáltatás színvonala? Tehát azt te az árral azonosítod? Hát hogy is. Igen. És de is. Mi inkább? Hát inkább az ár. Tehát a szolgáltatás az nagy rész kamu, tehát mindenütt ugyanaz. Tehát elvisz hát ugyanaz, ami nincs. Figyelj, elvisz A-ból B-be, azon belül minimális az, hogy hozzávágnak-e a lufin egy celofános félszendvicset, vagy hogy tudsz-e saját laptopon nézel a filmet, vagy bohockodsz egy ülésbe épített rendszerrel. Én azt nem érzem akkora különbségnek, hogy ilyen többszörös jegyár különbségeket indokoljon. Tehát ezért jó, de akkor viszont ide-oda is van a menet. Tehát gyakorlatilag, hogyha valamiért éppen valaki, aki elméletében fapadosként apostrofálja magát, nagyon olcsón ad valamit, akkor nálad az automatikusan beleugrik a fapados kategóriába? Olcsó utazás, igen. Igen, olcsó utazás. Tehát a fapados, régóta fapados néven megy a rovat, de az alapvetően az olcsó utazásnak a szimbóluma próbál lenni. Úgyhogy szerintem, hogyha Debrecenből Marosvásárhelyre például nagyon kényelmesen, mert nagyon gyorsan, attól mondjuk nincsen jó közlekedési lehetőség, el lehet menni repülővel. Én át fogom nevezni ezt a rovadékot. Rovadékot? A rovadékot. Na, jó, oké. Szóval át fogom nevezni ezt a rovatot. Ugye ezt meg kell, hogy magyarázd. Tehát ugye minden ilyennek van valami kiinduló alapja. Valakit rohadéknak akartál nevezni, és visszaszívtad, és ebből lett valahogy a rovadékot szeretném átnevezni jövedéki adómentes kőolaj származék égetés olcsón rovatnak. Igen. És ebből jött ki a rovadék. Oké. Mert hogy így lesz ebből olcsó utazás.
Na már most, hogyha itt a regionális repülésnél egy kicsit leragadunk, ott még inkább fölmerül ugye az egy utas által kibocsátott szennyezésnek a mértéke, ezt természetesen tudom és fontos megemlíteni minden ilyen kapcsán. Tehát, hogy ha elmegyünk Marosvásárhelyre Budapestről, amit nem szoktam javasolni azért, mert hogy ez tényleg földön is abszolvált, és a rövid repülések ellen vagyok én is, akkor joggal merül föl a kérdés, hogyha egy kisgéppel, amelyik egység, tehát per utas nagyobb a károsanyag kibocsátása, mint egy legmodernebb 21-es Neo Airbusnak, akkor ezt hova tegyük, szóval ez fontos ide tenni. De ezzel együtt elfogadom, üzletembereknek például az kiváló lehetőség, hogyha menniük kell, és reggel tudnak oda menni, és este tudnak például Kolozsvárra visszaérni, de mondom, a többi viszonylatban is az olcsóhegyek miatt gondoltam, bebigyeztem ide, mert ezért ez egy nagy hír. A kis csavaros gép az hány fős? 120? Dehogyis. Hülyeséget mondok. Dehogyis, ez 40-valahány, ha jól emlékszem, de... Az olyan pici? Igen. Ó, hát mondjuk azt könnyű megtölteni. Ja. Hallgatunk tovább. Ja, azt gondoltam, hogy majd ez a trollkodás, vagy csak... Jó, ne, hát akkor én szerintem teljesen... a mai trollkodás az, hogy hagylak beszélni. Ja, jó, hát erre nem készültem. De hát akkor mondom, általában van egy listám, hogy miről szívesen beszélnék, és akkor a hallgatók ezt fölülírják, mert kérdezgetnek, és akkor... Egyébként azt mondja a hallgató, ha már, és most beléd folytom a szót mégiscsak, hogy a Lufthansa-nál már régóta csak csokika és vizecske van, ami nem tudom, hogy van, mert hogy időközönként én azért kapok szendvicset is. De alapvetően igen, tehát alapvetően hát, csokika amikor valamelyik vizecske. Zsíros szponzorod business classra fizetett téged akkor, nem? De hogy így Európán belül soha nem megyünk úgy. Nem, mindig teljesen normális. De egyébként azt értetted, és most eltérek a tártól, tudom. Na. Tehát, hogy amikor... számomra meglepően lassan változik meg ez a... Tehát akkor van egy... Amikor az ember ráveszi ácsot, hogy a saját maga tehát trollkodja meg, az a király kategória. Figyelj, de tényleg kíváncsiak a véleményedre. Amikor teszem azt, hasraütök, Malagában van valami rendezvény, igen, ahova menetekkel, vagy elvisznek, igen, vagy bármi okból. Miért fáznak attól, hogy fölültessenek egy közvetlen malagai gépre, úgyhogy minden kaját még pluszba megvesznek egy... Nagyon régóta nem értjük mi sem. Egy fapadoson, ehelyett átszállás, sokkal hosszabb, kockázat, de mindenképpen méregdrágán, cikcakba, többet szennyezve viszik az embereket. Igen, ez megvolt ennek a magyarázata, hogy az autós cégek miért ezt választották. Alapvetően... valami olyasmi szöveg volt e mögött, hogy mert ezek a cégek garantálják, hogy odaérj, ami, tehát ezt nem egy gyakorlati példából tudom elmondani, hogy nem így van. Tehát töltöttünk mi már egész napot sajtóút helyett a frankfurti reptéren, úgyhogy reggel kimentünk, onnan mentünk volna tovább, majd este szégyen szemre onnan kellett hazajönnünk, mert hogy ott hagytak minket, tehát nem várt meg minket a csatlakozás, és ugye a klasszikus sajtóútak azok ugye úgy néznek ki Európán belül, hogy valami nagyon hajnali időpontban elindulsz, odaérsz lehetőleg délelőtt, egész nap vezetsz, ugye kapsz egy sajtótájékoztatót, tudsz beszélgetni a mérnökökkel, jó esetben ott van mondjuk konkrétan még az a tervező is, aki azért a motorért, autóért, infotainmentért, bármiért felelős, egy vacsorával zárod a napot, és akkor másnap, vagy még ha úgy jön ki a Flight Connection, hogy tudsz délelőtt is vezetni, akkor délelőtt is vezetsz, vagy egyből indulsz haza, ugye a tegnapi nap ez úgy nézett ki, hogy egyből mentünk gyors vonattal Frankfurt felé, mert éppen így jött ki jobban a lépés, és folyamatosan ez az átszállós divan, és amióta Covid ugye mindent széttúrt, azóta a horror horrorjainak a horrorjait éljük meg sokszor, és most tényleg ez egy, értem, hogy magas szintű nyígásnak tűnik, csak amikor mondjuk 5-re kell kint lenned a repülőtéren, egy csomó kollega mondjuk nem Budapesten lakik, ezt se felejtsük ki a képletből, és akkor másnap érnek haza, vagy nem érnek haza, vagy most volt egy olyan eset, hogy Budapest helyett Bécsbe értek nagyon későn, és akkor még ilyen fapados busszal kellett ugye a Népligetbe megérkezni, ahonnan még ki kellett menni az autókért, amik ugye a reptéren voltak hajnal 3-kor. Uh-huh. Tehát, hogy egyszerűbb lenne a fapados, de valami oknál fogva még mindig ott vagyunk, vagy mindig ott tartunk. De ezek egyszerű tények és statisztikai adatok, hogy azok járnak. És néha késnek. Barcelona ugye a központja mindennek, azt tegyük hozzá, hogy egy autós újságíró Barcelonában szerintem többet fordul meg, mint Kispesten. És Barcelonában fapados van.
Az a legegyszerűbb. Naponta 3, néha 4, tehát ott még az sincsen, hogy reggel vagy este 5-től. Ehelyett tudod, kötni. Hogy megyünk? Tudom, Amsterdamon keresztül. Sose fogom megérteni. Na jó, oké. Akkor megnyugodtam, hogy te sem. Viszont aki most menne, a héten egy elég komoly, egy vicces verseny alakult ki a két ultrafapados szolgálata, akcióverseny. Hát azt látják egyébként, szerintem szépen borulnak az őszi tervek, tehát a fürdős beszélgetésünkből is kiderült, hogy már ők is érzékelték, hogy a magyar lakosság már egyébként reagált, és egyébként több ilyen nyilatkozat is volt, költéseket már elkezdték visszafogni, már csak a rezsi emelős hírek után, már hogy augusztusban ez érződött, tehát európai szinten is a energiaválság, a brutális infláció visszaveti az őszi foglalásokat. Mondhat akármit Michael O'Leary, tegnap előtt is elmondta. Egyébként úgy volt, hogy lesz Budapesten sajtótájékoztató, de elhalasztották, és csak egy zárulás megjegyzés, úgyhogy kíváncsiak, hogy mikor pótolják, és hogy mit fog mondani majd itt a Ryanair vezér. Szóval a Ryanair is így szépen szedeget ki most már járatokat a téli menetrendjéből, tehát veszi vissza a kapacitását, tehát lehet, hogy majd átrendezi, és majd indít helyette új útvonalakat, amiben meg jobban bízik, de azért az jól látszik, hogy a másfél hónappal ezelőtti várakozásokhoz képest, amikor már a téli menetrendek kész voltak, azért szűkítás van. A Wizzair is folyamatosan szűkít és variálja a menetrendjét. Útvonalakat még nem zárt be, illetve csak egyet, de hogy azt akár látszik, hogy kicsi a utazási igény. Tehát a mostani akciózásban most már a dubai jegyek, amik a legdrágábbak szoktak lenni, és bőven benéztek 20 000 forint alá, tehát akciósan már 15 alá is ment, tehát a minimum ára 16, ami a klubos ár szokott lenni a távoli útvonalakra, ebből egy akciós napon, amikor ilyen 20%-os akción akkor lejön. Most továbbra is last minute árazás van, tehát október-november most az olcsó, december drágább, január még drágább, és minél távolabb megyünk, annál drágább. Tehát előre tervezni nem nagyon tudsz, de azért ezek az adatok mind azt mutatják, hogy egyértelműen érződik már a foglalásokon is az, hogy egy válságba megyünk bele, és a keresleti oldal az egyértelműen szűkül. Ebből két dolog. Abszolút, és nem is Magyarországon, ez európai minden szinten, nálunk is nyilván. Nálunk ez valószínűleg fokovottabban igaz, mert hogy itt jön a rezsikiózanodás, ugye már sokan készülnek, sokan meg majd meglepődnek, amikor megjönnek az első számlák, és hát ezt elég sokat ragozok a műsorban, tehát ugye egy csomó szektorban komoly problémák lesznek, ez teljesen egyértelmű. Gábor, az eszméletlen bérautó árak, azok kicsit tudnak normalizálódni? Attól? Na, ez egy nagyon jó kérdés, ebben majd kérni is fogom a segítségedet. Én a tavalyi fölpattanás utáni árakon idén nyáron további emelkedést láttam. A mostani téli kereséseim és foglalásaim alapján azt látom, hogy már nincs emelkedés tavalyhoz képest. Tehát a tavaly télhez képest az idén tél az már nem drágább. Legalábbis Portugáliát és Kanári-szigeteket néztem. De továbbra is magasak. Magas, de nem jött még vissza, de legalább nem emelkedett tovább. Euróban számolva, tehát ugye a magyar turistának nyilván a forint gyengülés miatt drágább, de euróban én azt láttam, hogy ez most stabilizálódott. Tehát a tavaly előtti két év nagy ugrás után most stabilizálódott. Nyáron valószínűleg azért emelték, mert egyszerűen akkor igény volt, hogy elfogytak volna. Tehát bármennyire tudták adni, mert hogy egyszerűen kevés volt a kocsi. Tegyünk ide valami konkrét számot? Tehát mondjuk egy portugál vagy egy olyan desztinációval gyakran szeretsz repülni, vagy egy hétvégére. Szicíliába nyáron 70-80 euró alatt nem nagyon volt. Per nap egy átlagos kis autót. Nem a mini kategória, hanem az a Polo Fiesta kategória. Igen. És most például ami nekem egy jó összehasonlítási alap, nyilván speciális helyetben vannak ott, mivel szigeten vannak, és az mindig olcsóbb volt az európai átlagnál jóval, tehát mondjuk a Kanári-szigeteken azért a 25-30-as ár ment föl, és csak 40-45-ig, és tavaly télen is annyi volt, és most is annyi. Tehát mondjuk azok az autók azért el is vannak fáradva jellemzően. Azok meglepően jók. Tényleg? Hát, 2-3 év alatt kipörgetik ők is az autókat, és Portugália is az olcsóbbak közé tartozik, ott is ez volt, de mondom, Olaszországban azért ez a 60-70 eurós most így őszre is, amit néztem, ez volt az alap, amit láttam. Málta vagy Majorka következő egy hónapban, kérdezi a hallgató.
Következő egy hónap. Hát szeptemberben még mind a kettőnk. Hát attól függ. Inkább lubickolni akarunk, meg inkább barlangba menni, vagy pedig inkább a régészet, történelmi emlékek. Málta nekem túl zsúfolt egyébként, nekem annyira, hogy nem jött be, Mallorca sincs a top 10-ben. Nem tudnám, mind a kettő, még az időjárás is mind a kettő jó. Októberben már azért inkább Mallorca, mint Málta, hogy átlógunk, de már mind időjárásilag. Mondjuk Ciprus például, ha már. Ciprus, köszönöm szépen az alám kérdezést, nem beszéltük meg. Tényleg nem. De igen, egy Ciprusra kiváló a menetrend, és Ciprus azért más, mert Ciprus viszont novemberig jó. Ciprus szerintem novemberben van a legjobb idő, amikor még már nincs 30 fok, de az a 25, 27, 28, és még meleg a tenger. Nincs turista. Fillérekért van a szállás, fillérekért van az autóbérlés. És nem kell fűteni, tehát lehet, hogy olcsóbb lesz. Persze. És itthon letekerted a fűtést, igen. És spóroltál, és lehet, hogy belül kerülsz a határon. Tehát, és elmész az 5000-es jeggyel Ciprusra, és egy olcsó szálláson el vagy, lehet, hogy még spórolsz. Hát kis túlzással, de egyébként még ez is benne van. Egy összetett kérdés. Az infláció és főleg az energiaköltségek emelkedése... Hosszú, mert most már nagyon híreket kéne mondanunk. Tartsuk meg utána. Akkor legyen utána, rendben. Okay. Ácsiz in the air, a millás reggeli repülési és utazási rovata hangzott el. A rovat szakmai partnere az okosutas.hu. Bízd magadban, utazz okosan!